Az egyik legfontosabb téma mostanában a közbeszéd tárgya és a sajtó is ugye folyton ezzel foglalkozik, ez pedig az esetleges előrehozott választások kiírása Szerbiában. Alekszandar Vučić, Szerbia államfője azt nyilatkozta, hogy nem veti el ezt a lehetőséget, tehát hogy megtartsák esetleg az előrehozott parlamenti választásokat. Szerinte a szerb haladó párton belül felkészültek erre, várják, ám ez több tényezőtől is függ, ezt mondta. Önnek mi a véleménye a kérdésről? Lesz-e március végén vagy április közepetáján előrehozott választás? Többedik alkalommal beszélünk erről az elmúlt másfél-két hónapban, úgyhogy ez nem egy teljesen új fölvetés. Különben is Szerbiában a politikai mindennapokat, a politikai életet az előrehozott parlamenti választások jellemezték az utóbbi 7-8, talán még több évben is. Most ez új lendületet kapott, ez a kérdés új lendületet kapott. Én figyelem, hogy mi történik. Az igazság, hogy mi fölkészültek vagyunk ezekre a választásokra, de hogy őszinte legyek, nem várjuk őket. Azt szeretnénk, hogyha a jövő év folyamán rendes parlamenti választások lennének akkor, amikor az önkormányzati és a tartományi választás fog lenni, mert hogy lejár a 4 éves ciklus jövőre. De nem mi fogjuk eldönteni ennek a kérdésnek a megválaszolását. Én ebben a pillanatban úgy látom, hogy nagyobb a valószínűsége annak, hogy előrehozott parlamenti választások lesznek, mint hogy nem. Aminek többek között azért se nem örülök, mert ez annak a jele fog lenni, hogy a koszovói kérdés nem fog a megoldás irányába haladni, ugyanis az a meggyőződésem, hogy a két dolog között azért némi összefüggés van. Ha megnyílnának a lehetőségei annak, hogy a koszovói kérdés rendezésével, napi rendszerességgel, a megoldás kecsegtetésének a tudatában lehetne foglalkozni, akkor azt gondolom, hogy az vinné el az energiákat, és elsősorban azzal foglalkozna az ország politikuma. Ennek ebben a pillanatban nem túl nagy esélyét látom, úgyhogy inkább valószínűsítem azt, hogy valamikor márciusban, áprilisban, még a tavasz elején előrehozott parlamenti választások lesznek. Én megint szeretném elmondani, mi fölkészültek vagyunk ezekre a választásokra, habár azt kell, hogy mondjam, hogy az az érzésem, hogy talán régóta nem voltak olyan nehéz választások, mint amik most előttünk állnak, amennyiben előrehozott parlamenti választások lesznek. Mert azt látom, hogy az embereket mind nehezebb meggyőzni arra, hogy részt vegyenek a választásokon, elég nagy a társadalmon belül, a magyar társadalmon, a magyar közegen belül is a politikai apátia. Azt látom, hogy az emberek egy picikét meg vannak zavarodva itt a történéseknek a mindennapjait követve, és azt gondolják, hogy hát minden el van veszve. Nekünk a kampányban az elsődleges feladatunk az kell, hogy legyen, hogy mozgósítsuk az embereket, mozgósítsuk a magyar szavazókat, és elsősorban abba az irányba mozgósítsuk őket, hogy a magyar politikai opcióra, a Vajdasági Magyar Szövetség által fémjelzett politikai opcióra szavazzanak. Erről szól majd a kampány, de hát addig még föltételezem, hogy találkozni fogunk itt és beszélgetni. Most ugye említette a koszovói kérdést. Ezt emelte ki, mint elsődleges probléma, ami miatt előrehozott választások lehetnek. Van-e még esetleg más is, ami erre hat, erre a döntésre? Nem, én fordított arányt látok a koszovói kérdés és az előrehozott választások között. Amennyiben esély mutatkozna arra, hogy újabb lendületet tudna venni a koszovói rendezés kapcsán a tárgyalássorozat, akkor azt gondolom, hogy elsősorban azzal foglalkozna a kormányzat, illetve hát azzal foglalkozna a köztársasági elnök is, és egyáltalán a szerb belpolitika. Amennyiben ez elmarad, aminek ebben a pillanatban nagyobb valószínűségét látom, akkor azt gondolom, hogy a parlamenti választásoknak, az előrehozott parlamenti választásoknak az esélye fog megnőni. Ahhoz pedig, mint köztudott, hogy a koszovói kérdés rendezése kapcsán a tárgyalások újabb lendületet vegyenek, egy fontos föltétel van, hogy Koszovó visszavonja azokat a védővámokat, illetve azokat a 100%-os vámilletékekre vonatkozó döntését, ami 2-3 hónappal ezelőtt született meg, és amelyik egyfajta erődemonstráció a viszonyrendszerben.
Hát ha már a voksolásnál tartunk, akkor hamarosan idén ugye európai parlamenti választások is lesznek, és a határon túli magyarok is szavazhatnak, ugye azok, akik magyarországi lakcímmel nem rendelkeznek. Mi a tétje ezeknek a voksolásoknak számunkra? Ez a választás, ez viszont egészen biztos, hogy lenni fog, mégpedig május vége felé, és ahogy mondja is, most először nyílik lehetőség arra, hogy a magyar állampolgársággal rendelkező, de magyarországi állandó bejelentett lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok is, tehát mi vajdasági magyarok is szavazzunk ezeken a választásokon. Én azt látom, hogy talán az európai parlamenti választásnak soha nem volt ekkora tétje, mint amekkora most van. Ugyanis azt látjuk, hogy az Európai Unió küszködik azokkal a belső nehézségekkel, azokkal a belső problémákkal, amik itt az elmúlt évtizedekben fölgyülemlettek. Ehhez adódott még hozzá a migránsválság, illetve a migránsválság okozta társadalmi következmények az Európai Unió teljes területén, és ezek a következmények mindinkább mellbevágóvá válnak, és azt látom, hogy ezeknek az ügyeknek a rendezése szempontjából abszolút nem mindegy, hogy milyen politikai erők hogy fognak pozícionálódni az Európai Parlamentben, illetve hogy milyenek lesznek az erőviszonyok fontos kérdések kapcsán az Európai Unió jövője szempontjából, a kvázi föderális Európai Unió, illetve hát a szuverén államok szövetsége közötti dilemma eldöntésében és egyéb más kérdések vonatkozásában is. Úgyhogy azt látom, hogy sokkal nagyobb energiák jelennek meg már most, mint hogyha elkezdődött volna a kampány, illetve úgy tűnik, hogy valóban el is kezdődött a kampány. Többek között ezt a megállapítást húzzák alá mindazok azok a tüntetések, mindazok az utcai megmozdulások, amiket itt az elmúlt 2-3 hónapban láttunk, Párizstól kezdve, Bécsen, Rómán át, beleértve mondjuk a budapesti tüntetéseket is. Ez mind a választási kampánynak a része, illetve a politikai pozicionálásnak a egyik technikája, egyik módozata. Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy újra legyen európai parlamenti képviselőnk, ugyanis a Deli Andor személyében a nemzeti listán, amit a Fidesz-KDNP állított egy hónappal ezelőtt, újra van közvetlen érdekeltségünk is. Én azt láttam az elmúlt 5 évben, amióta a Deli Andor európai parlamenti képviselő, az előző ciklusról beszélek, hogy ez a mi számunkra jó megoldás, mert hangsúlyosan tudja érvényesíteni, vagy megkerülhetetlen kísérleteket tud tenni annak érdekében, hogy érvényesítsük az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusaiban is a mi vajdasági magyar érdekeinket. Emellett pedig most, ahogy talán erőteljesebben közeledik Szerbia az Európai Unióhoz, mint az előző években, fontos az ő ottani szerepe a szerbiai államérdek megvalósítása, illetve hát kifejezése szempontjából is. Az Európai Uniós választások azért is fontosak, mert a parlamenti választást követően abszolút nem mindegy, hogy milyen politikai összetételű fog lenni az az Európai Bizottság, amelyik operatívan, mint az Európai Unió kormánya irányítani fogja a folyamatokat. Ebből a szempontból különösen fontos volna, hogy az Európai Bizottságnak egy sokkal markánsabb, sokkal bátrabb bővítési stratégiája lenne, és abban látnánk világosan, hogy mi az Európai Uniónak az elképzelése azzal kapcsolatban, hogy ez a térség, beleértve Szerbiát is, az unió tagjává váljon. Az elmúlt években, az elmúlt 1-1,5 évben a 2025-ös év került emlegetés, mint egy potenciális csatlakozási dátum. Én nem tudom, én úgy látom, hogy ez a dátum csak abban az esetben tartható, hogyha a választásokat követően nagyon fölgyorsul majd ez a folyamat, ez a csatlakozási folyamat. Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy ez így történjen. Még egy Európai Unióval kapcsolatos ugye kérdés van, a Brexit. Hát kétséges a megállapodás, ugye? És hát ez valamilyen módon közvetetten bennünket is érint, hiszen vannak vajdasági magyarok, akik ott dolgoznak, ugye az Egyesült Királyságban, Nagy-Britanniában. Mi lesz velük, illetve a brit EU-tagság megszűnése hogyan érintheti őket?
Nézze, én a Brexit folyamatát csak hírfogyasztóként, meg tévénézőként és újságolvasóként ismerem, a teljes részleteiben nem ismerem a történetet. Azt látom, hogy hihetetlen feszültségeket, hihetetlen társadalmi, politikai feszültségeket okoz, nem csak maga a döntés, hanem a döntés következménye. És az bizonyítja, hogy vannak olyan döntések, amiknek a következményei olyan súlyosak, hogy azokat nem lehet annulálni. És többek között az ilyen döntések szempontjából fontos az, hogy a döntéshozatal előtt mindenki jól végig gondolja, hogy milyen irányban haladnak az ügyek ezeknek a döntésének kapcsán. Most ez egy ilyen rókafogta csuka helyzet, amelyik tovább osztotta végül is a brit társadalmat a Brexit vonatkozásában, mert emlékeztetni szeretnék, hogy csak egy minimális többséggel hozott annak idején a brit társadalom döntést arról, hogy kilépjen az Európai Unióból. Most a törésvonalak még inkább megsokszorozottak a politikai szintéren, mert a kilépés különböző módozatai körül is különböző álláspontok vannak, úgyhogy a brit parlament elég nehéz helyzetben van, a miniszterelnök asszony elég nehéz helyzetben van, de hát ezzel majd ők megvívnak, ami a mi embereinket illeti. Én úgy látom, illetve úgy tudom, hogy a túlnyomó többségük, mint magyar állampolgár került ki Nagy-Britanniába, illetve úgy vállaltott munkát, és úgy tudom, hogy a magyar kormány, a miniszterelnök az elmúlt években folytatott beszélgetései alapján nem lesznek negatív következményei annak, hogyha Nagy-Britannia kilép az Európai Unióból, tehát ott tudnak maradni, és normálisan tudnak ott dolgozni, legalábbis a dolgok mostani állása szerint. Múlt héten egy fontos politikus érkezett ide Szerbiába, Vlagyimir Putyin Belgrádba látogatott, és hát 21 államközi szerződést írtak alá akkor, csütörtökön. Milyen hozadéka lehet Szerbiára nézve ennek a látogatásnak is, ennek a szerződés aláírásnak? Én nagyon fontos eseménynek élem meg ezt a látogatást, függetlenül attól, hogy látom, hogy most is különböző álláspontok jelentek meg a közbeszédben a látogatás megítélése szempontjából. Én mindenféleképpen ezt egy pozitív eseményként, egy fontos látogatásként éltem meg, illetve élem meg. Azt nem szabad figyelmen kívül hagyni, függetlenül attól, hogy kinek milyen álláspontja van, elsősorban a múlt szempontjából Oroszország irányába. Azt azért nagyon fontos látni, hogy ez egy nagyon nagy ország, egy hihetetlenül dinamikusan fejlődő ország, egy olyan ország, amelyik a biztonsági tanács állandó tagja, egy olyan ország, amelyiknek a politikai döntései jelentős mértékben befolyásolják a mindenkori világpolitikának a történéseit. És ilyen szempontból én azt gondolom, hogy maga ez a látogatás is egyfajta fontos világpolitikai esemény volt. Elismerése többek között annak is, hogy Oroszországnak vannak globális érdekei ebben a térségben, de hát ez nem egy új információ, ezt eddig is tudtuk. Ebben a nagyon forrongó térségben, nagyon forrongó világban fontos az, hogy minden játékos megjelenjen, és hogy ezeken a tárgyalásokon keresztül próbálja Szerbia érvényesíteni az érdekeit. Én ilyen szempontból is fontosnak találom ezt a látogatást. Egyfajta elismerése is annak, hogy Oroszországnak milyen viszonyulása van a térség irányában, milyen viszonyulása van Szerbia vonatkozásában, milyen viszonyulása van magának az orosz elnöknek, Vučić elnökhöz, mert azt gondolom, hogy a politikából ezeket a személyes kapcsolatokat, ezeket a személyes viszonyokat nem lehet kivenni. Ami a tárgyalásokat, illetve a megállapodásokat illeti, ez egy nagyon-nagyon nagy impozáns megállapodás szám, aminek az aláírására sor került. Az ember megnézi, hogy milyen küldöttséggel érkezett az orosz köztársasági elnök, akkor az önmagában a látogatásnak a súlyát is bizonyítja. Ami a megállapodásokat illeti, különböző csoportba lehet ezeket a megállapodásokat csoportosítani. Az, ami az én számomra látható volt, illetve az, amit én a csoportosítások vonatkozásában el tudok mondani, nagyon fontos az a megállapodás sorozat, amit az energetika területén írtak alá.
Ez a megállapodás sorozat azt fogja eredményezni, hogy az idei évben föl fog épülni, ki fog épülni az a gázvezeték, amelyik a úgynevezett török áramlatnak a része fog lenni. Ezzel Szerbiának az energia biztonsága, az energia ellátottsága fog jelentős mértékben javulni, illetve mivel a szerbiai terület az tranzíciós útvonallá vagy tranzit útvonallá fog válni, az államnak nagyon komoly bevételei fognak származni abból, hogy ez a gázvezeték ezen a területen keresztül megy, és lehetőséget teremt arra is, hogy ezek a megállapodások lehetőséget teremtenek arra is, hogy a Banacki-Dvori gáztároló kapacitások bővüljenek. Én azt látom, hogy nagyon jelentős fázis késéssel, de Szerbia abba az irányba halad, hogy a lakosságnak a gázellátása is hát fejlődjön, elérjünk egy olyan szintet, ami itt a környékben, a környezetben, a környező országokban jellemző. Persze ilyen szempontból nagyon fontos volna az is, hogy a gáznak az ára sokkal alacsonyabb legyen, mert most azt látjuk, hogy azok az emberek, akik az elmúlt években bevezették a gázfűtést a saját házaikba, a saját lakásaikba, birkoznak azzal, hogy mekkora ennek az ára, illetve mekkora a havi számla. De hát azt gondolom, hogy a gázvezetéknek a kiépítése az nagy valószínűséggel ki fog hatni arra is, hogy a gázár kalkulációja milyen fog lenni. Az energetika témáján túlmenően a vasútfejlesztést látom nagyon fontosnak. Azt kell látni, hogy ez annak a vasútfejlesztési koncepciónak a része, vagy annak az elhatározásnak a része, amit körvonalozódott az elmúlt hónapokban, években, nem csak a Budapest-Belgrád vasútvonalnak a felújítása tekintetében, hanem egyéb más vasúti fejlesztések vonatkozásában is. Ez a, jól emlékszem, 230 millió dollárról szóló megállapodás, amelyik a vasútfejlesztéseknek az elősegítését hivatott szolgálni, ez biztos, hogy hozzájárul ahhoz, hogy amilyen gyorsan csak lehet, utolérjük magunkat és azt a lemaradást, ami az elmúlt évtizedekben megtörtént, azt valahogy annulálni tudjuk. A tudományos, technikai, technológiai témakörben is sok megállapodásnak az aláírására sor került, illetve hát, amit nem lehet megkerülni, az a katonai fejlesztések vonatkozásában aláírt megállapodásoknak a sora. Azt látom, hogy úgy gondolom, hogy ezt se lehet kivenni a mindennapi szükségleteknek a köréből. Még egy rövid kérdésem lenne, illetve rövid választ várok, mégpedig ugye a Budapest-Belgrád vasútvonallal kapcsolatban, hát ugye erre kíváncsiak vagyunk mindannyian, hogy gyors vasút lesz, és hogy majd szágoldozunk hát ezen a szerelvényen Belgrád és Budapest között. Mikorra épülhet ez ki, vagy modernizálódhat teljesen ez a vasútvonal? Ami a szerb szakaszt illeti, vagy a szerbiai szakaszt illeti, az idejében ezek a kivitelezési munkák el fognak kezdődni. Ami a magyarországi szakaszt illeti, azt úgy látom, hogy jelentős késés fog itt a kezdet vonatkozásában bekövetkezni, ugyanis az a közbeszerzési eljárás, amit a magyar kormányzat az elmúlt évben kiírt, az sikertelenné vált az ár miatt, túl magas volt az ár, amit az ajánlattevők megfogalmaztak. A dolgok mostani állása szerint körülbelül 4 év alatt tud befejeződni ez a fejlesztés a teljes szakasz vonatkozásában, tehát ez azt jelenti, hogy valamikor 2023-ban talán meg fog lenni ez a vasútvonal. De hát ettől függetlenül jelentős fejlesztések lesznek itt már a következő évben. A Szabadka-Zenta vasútvonalnak a felújítása el fog kezdődni már itt a 2019-es évben, illetve az, ami most teljesen új, és azt gondolom, hogy karnyújtásnyira van, hogy az idei évben elkezdődjön a Szeged-Szabadka vasútvonalnak a felújítása.